Cop TV. Cop TV. Nézd, ahogy az életed értelmet nyer. Amikor egy nagyszerű könyvet olvasol, az egy idő után becsalogat téged a történetbe. Nem érzed többé, hogy egy történetet olvasol, egyszerűen átéled azt az érzéseden keresztül. Nem csak a főhős szerepét veszed magadra, hanem az összes szereplőt és eseményt a te érzéseid itatják át, keltik életre. Te éled át az összes kapcsolat és konfliktus drámáját. A könyvborítója elmondja, hogy ki írta a könyvet, de az nem árulja el, hogy ki olvassa ezt a könyvet. Miért is kéne? Hiszen mi ezt nem kérdezzük. De a Zohar esetében ez teljesen másképp van. Ha nem kérdezed meg, hogy ki olvassa a könyvet, akkor soha nem tudod meg, mi az, amit olvasol. Miről beszél Wellman? Persze, hogy én olvasok, oké, de ki ez az én? Én egy test vagyok, meg az a privát valami belül, saját érzésével, ötleteivel, vágyaival. Én egy vagyok több milliárd én közül, mindannyian túlélésért, élvezetért, szeretetért küzdve. Oké, van családod, egy pár barátod, meg egy ismerősöd. Ez többnyire az összes kapcsolat, amit képes vagy elviselni. És ami a többi milliárdot illeti, nekik semmi közük hozzád, mindaddig, amíg nem fenyegetik azt, ami a tiéd. Legyen tiéd, amit akarsz, ez egy szép, nagy és gyönyörű világgal élünk, élj és engedj másokat élni, az enyém, ami a tiéd, a tiéd. De emlékszel, mit tanultunk, hogy a Zohar az se nem könyv, se nem tárgy más tárgyak között, nos, veled ez ugyanígy van. És a Zohart nem egy egyéni olvasónak írták, mivel olyan nem létezik. Az összes megszámolhatatlan ember, tárgy, világban tartó jelenség mögött csak két dolog létezik. Egy állandó, megváltoztatatlan kreatív törvény, melyet teremtőnek, borénak, adakozó erőnek nevezünk, és a másik az egyetlen teremtmény, melyet ez a törvény épített, mely az egész kozmoszt és mindent benne van, magában foglal. Ezt nevezzük Ádámnak, a megszerzés iránti vágynak, vagy közös léleknek. Ez a két dolog, teremtő és teremtmény, nem válnak el egymástól, inkább a két oldal ugyanannak az erőnek. Ádám hasonlóságot jelent, a teremtő és Ádám kapcsolatának minőségétől függően, hogy mennyire különböznek vagy hasonlóak egymáshoz, meghatározza mindazt, amit mi vagy minket körülbelül fizikai dolgokként látunk, vagy mint privát belső életünkét érzékelünk. A teremtés nem fejeződött be a teremtmény megjelenésével, az még kezdő pontnak sem tekinthető. A teremtő, amit mi lát, teremtés, amit mi látok, arra szolgál, hogy a teremtények függetlenséget adjon, ezért az adakozó erő összetörte az eredeti megszerzés iránti vágyat több milliárd vágyra, mindegyik egy alvó szikrát magában tartalmazva, mely továbbra is kapcsolatban áll a többiekkel. Csak egyetlen teremtmény létezik, és az hologramszerűen épül föl, ahol minden egyes egyéni én részecske magában tartalmaz az összes többi én részecskét, plusz az egész teljeset. Függetlenül attól, hogyan tűnik ez kívülről nézve, az emberiség az egyetlen teremtmény, egyként fejlődve, és a te én részecskéd nem csak te vagy, te csak így gondolod. Ha megragadod és kinyitod a Zohárt, a teremtés fordulópontján rájössz, hogy az, aki a könyvet olvassa, az a közös lélek, mely emlékezetét vesztette. Oké, hogy ez valóban így van, akkor hogyan lehetséges az, hogy minél jobban összekapcsolódunk, annál rosszabbnak tűnik minden? Azaz, miért vált a globalizáció világméretű válságra és konfliktussá? Elmondom neked, mi egy teljesen egymástól függő világot építettünk, ahol nincs többé hely a növekedésre. Nincs hova menekülnünk, arra vagyunk kényszerítve, hogy egymás felé forduljunk és ebben a világban éljünk. És ez a világ nem illik ahhoz a teremtményhez, amivel váltunk, össze vagyunk láncolva kívülről, gyűlölve mindezt legbelül. És nem látunk semmilyen jövőt, mivel el sem tudjuk képzelni, hogyan élhetnénk egy ilyen világban, ahol mindenki mindenkitől függ, hiszen az anyagunk az önszeretet. És akkor is, hogyha azt mondod, hogy képtelen leszek túlélni anélkül, hogy másokról gondoskodjak, én még akkor is képtelen leszek mindenre. De itt a jó hír. Végre felfedtük valós énünket, hogy kik is vagyunk valójában. Igaz, hogy a negatív oldalról fedtük fel először, de legalább már látjuk azt. És ezáltal képesek vagyunk dolgozni ezzel, és ez az extra önszeretet, kéreg, ez csak egy illúzió. Mi képesek vagyunk a fölött összekapcsolódni, amennyiben valóban akarjuk, de ezt egyedül megváltoztatni lehetetlen, mivel te már nem vagy egyedül többé. Emlékszel, te valójában az a hologram vagy, szóval mindaz, amit mások akarnak, értékelnek, téged és mindenki mást is befolyásol. És az igazság az, hogy vágyaim, gondolataim, szükségletem nem belőle maradnak. Ez az, aki a könyvet olvassa.
A hologram egy darabkája, mely kezdi felismerni saját magát. Ez az, akinek szüksége van a Zohárra, ez az, aki ezt a kurzust kereste, ez az, aki megnyitotta a videót és beindította azt, ez vagy te. Szóval ismerd meg magad, és az egyetlen módja ennek az, hogy elkezded befolyásolni a benned levő hologramot. Befolyásod a hologramot, hogy ez befolyásoljon téged. Ezáltal az egész elkezd változni, és ami legfontosabb ebben, hogy mindeközben nem fókuszálsz a te-én pontodra. És a módszer kulcsa van úgy nevezve, hogy szeresd fele barátodat, mint saját magadat. Oké, később.